Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! A 18. Vicsaj gála estén a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület vezetése nevébe sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Művelődési Egyesületünk 30. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi ünnepségünk valamennyi kedves vendégét, a jelenlegi és korábbi tagokat, szülőket, nagyszülőket, ismerősöket. Köszönöm vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat és megjelentek. Tisztelettel köszöntöm Szőnyi Csongort, a Magyar Nemzeti Tanács tagját, Jovánovics Péter, a Magyar Nemzeti Tanács tagját, Polák Ágotát, a Törökbecsei község oktatással megbízott tanács tagját, Lakatos Attillát, a Törökbecsei községi képviselő testület tagját, elnézést, Pataki Attillát, és Mellár József atyát, a Törökbecsei plébániát. Aranyvasárnap van, és ilyenkor karácsony táján az emlékek élőbbek és kedvesebbek. Olyanok, mint az elmúlt idők és elmúlt barátok halk, puha ölelése. 30 év történelmi felfogásban lehet, hogy ez a 30 év kevés, viszont elég ahhoz, hogy felnőjön egy új generáció. Egyesületünk számára kiváló alkalom ez a számvetésre, hogy mit sikerült eme tisztes idő alatt elvégezni. A 30 évvel ezelőtti időszak egyéb történései amúgy aligha vésődhettek be aranybetűvel országunk történelem könyvébe. De Ady Endrét idézve, csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. 1991. szeptemberében 10 ember vette a bátorságot, és egy civil szervezetet alapított, Testvériség Egység Ifjúsági Otthon néven. Ezeket az embereket tartjuk ma egyesületünk alapító tagjainak. Név szerint Bordás György, Polák József, Bitó Sándor, Antonovics Vlágó, Peszkár Mihályló, Makra László, Alomádi György, Gyuricsin Sztevan, Drapos László és Ilja László. Ők voltak azok, akik embereket verbováltak, és 1992-ben egy civil szervezet a keretein belül megindították a Jókai Művelődési Egyesületet. Egyesületünk neve 2002 óta Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület. Az újonnan megalakult Művelődési Egyesület olyan kiváló és elkötelezett emberekből állt, akiknek a közreműködésével az egyesület valóságos repülőrajtot vett. A Művelődési Egyesület keretein belül az évek során számos szakcsoport jött létre, mint például a színjátszó csoport, táncdalénekesek csoportja, citerások csoportja, néptánc csoport, népdalénekesek csoportja, klasszikus táncok csoportja, kézimunka csoport. Ezek közül sok még ma is aktívan tevékenykedik. Előadásaikat szervezetünk a törökbecsei közönségnek, vendégszerepeltünk a környező falvakba, városokba, testvérvárosainkba, Mezőtúron, Párkányon, Sándorfalván.
kiállításokat szerveztünk, megmérettettük magunkat számos versenyen, fesztiválon. Nyári táborokat, rendezvényeket, népművészeti találkozókat szerveztünk. Házigazdája voltunk a Gyöngyös Bokrétának és a Szói Síp Szói Dé zenei Petélkedőnek is. Elnézést! Az évek során a tagság változott. Sok új tagja lett egyesületünknek, de sajnos sokan elköltöztek. Esetleg más városba folytatták tanulmányaikat, így már nem lehettek aktív tagjaink. Szomorúan vesszük ma tudomásul azt is, hogy sokan közülük távoztak az élők soraiból is. A 30 év nem volt felhőtlen, viszont kitartottunk. Minden nehézség ellenére megmaradtunk, és megtanultunk építkezni, erőt meríteni a tovább lépéshez. Ezúttal mondok köszönetet támogatóinknak, hogy mellettünk álltak és állnak, és segítenek bennünket munkánkba, rendezvényeink sikeres lebonyolításába. A Magyar Nemzeti Tanácsnak, Török Becse önkormányzatának, a Tartományi Oktatási Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárságnak, a Tartományi Művelődési Titkárságnak, a Magyarországi Emberi Erőforrás Csóri Sándor programoknak és törökbecsei magánvállalkozóknak. Ma a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület az a kulturális egyesület, amely a törökbecsei község magyarságát összefogja, az identitás megerősítését és nemzedékről nemzedékre való továbbadását szolgálja. Így közösségünk megkerülhetetlen művelődési szellemi központja. 30 éves a Jókai Mór Magyar Művelődés Egyesület, ehhez a munkájához mindenkinek, aki bármilyen módon is részt vett benne, én szívből gratulálok. Sok erőt, kitartást és jó egészséget kívánok, és remélem, hogy közösen együtt meg tudjuk majd ünnepelni a 40. évfordulót is. Áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok, és köszönöm, hogy meghallgattak. Most pedig felkérném Csider Istvánt a Mezőfúri önkormányzat képviseletében, hogy hossza meg gondolataim felé. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplő közösség! Mezőtúr város önkormányzatának és a Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesületnek a képviseletében szeretettel köszöntöm Önöket. Városunk önkormányzatának vezetője, Friss Dániel polgármester úr egyéb fontos elfoglaltsága miatt most nem tudott Törökbecsére elutazni, ezért engem kért meg, hogy tolmácsoljam szeretetteljes jó kívánságait a 30 éves Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület vezetőinek, tagjainak és minden jó szándékú törökbecsei polgárnak. Bízunk abban, hogy a több évtizedes testvérvárosi viszony töretlenül tovább él, fejlődik és kiteljesedik a személyes és az intézményi kapcsolatokban egyaránt. Ehhez kívánok mindannyiunknak erőt, egészséget. Az elkövetkezendő órában minden jelenlévőnek jó szórakozást kívánok a műsorhoz, az előttünk álló időszakra pedig boldog békés karácsonyt, és nem utolsó sorban eredményekben gazdag és békés új esztendőt kívánok mindegyiknek. Köszönöm szépen a figyelmet! Most pedig a első műsorszámba a mezőtúri citerások fognak föllépni, és
hallgassák meg a muzsikájukat. Elsőként Csíder István három virág éneket fog játszani. Engedjék meg, hogy az elkövetkezendő perceknek a produkcióját elmeséljem önöknek, hogy ki is fog játszani. Ez a fiatalember, Fejes Balázs, kedves tanítványom, aki az elmúlt több mint 10 évben a Mezőtúri Zeneiskola növendékeként tanulta a citerázás fogásait, és elmondhatjuk, hogy elég jól megtanulta a citerázás rejtelmeit. Sok-sok népzenei versenyen volt elsődíjas, az egyesületünk fenntartásával működő Túri Zsiványok és Szivárvány Citerazenekaroknak
szólistája, éneklés és citerázás terén egyaránt. Előadásában most szatmári hallgatót, csárdásokat és frissest hallhatunk. Hallgassák műsorát szeretettel! Vezet engemet.
citerás bemutatkozásunk végén kérem hallgassanak meg egy hallgatót, egy verbunkot és egy friss áldást.
sikót lopni, sejhaj, elhajtod a kérdés. Kedves szülők és barátaink, most a néptánccsoportok ünnepi karácsonyi műsora következik, Karácsony estéjén címmel. Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna azok nélkül, a kedves szokások nélkül, amelyek még jobban fokozzák az ünnep varázsának izgalmait. Szenteste közeledését nem csak az adventi gyertyák száma jelzi, amit minden vasárnap gyújtunk, hanem Jézus születésének hírnökei is, a legősök és a betlehemesek, valamint az angyalok és a pásztorok. Ezek a kedves dalok, színjátékok elénk tárják azt a varázslatos történetet, amit karácsonykor Jézus születése koronáz meg. A műsort Fábián Mihály Fjálbira, Fábián Sebastian, valamint Cseszák Korcsik Anikó és Cseszák Balázs állították össze. Fellépnek a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület parapács, cifrázó és csalogató tánc együttesei. Kísér a fokor zenekar. Ezzel a műsorra szeretnénk mindenkinek áldott, boldog, kegyelemteljes karácsonyt kívánni. Fogadják szeretettel előadásunkat. Thank you.
Moszkva!
Virágszörnyen Máriának, kipójába takarta, befektette jászolba. Az angyalok fenn az égben, mennyei nagy fényességben, zengedik az éneket, dicsőség az Istennek. Megengedi ki a betlehemeseket? Igen! Menj föl az angyal, lejött hozzá. Küszöbjük sarka, beestem ám rajta. Adjatok egy csákánybaltát, hadd faragjak rajta. Három ágú vasvillát, hogy a szememből kipiszkáljam a csípát. Itt vagytok, fiaim? Itt. Nyájaimban, májaimban semmi károm nincs? Nincs. Voltak-e farkasok? Nem is angyalok. Ugattak-e kutyák? Nem is nevették. Hely, vígjuhászok, csodások, csörgedeznek a források. Mi gyönyörű ez az éjjel, bárcsak tekintsetek széjjel, nézzétek Betlehem felett, mi csoda nagy fényesség lett, egy csillag is ott leszállott, a bajta fölött megállott. Hallod, öreg, baj van? Micsodi? Nézzen csak a kis Jézus. A kis Ilós? Nem, öreg, a kis Jézus. Kis Jézus? Kis Négus? Nem, öreg, a kis Jézus. Megköszöntjük. Üdvözlégy, kis Jézus, született Messiás! Hoztam számodra egy kancsú tejecskét. Amint jöttem a jégen elcsúsztam, összetört a tej, kidűnt a kancsú, így hát nem hoztad a bőfenséget meg semmit. Dicsérjük a kis Jézus! Üdvözlégy, kis Jézus, született Messiás! Hoztam számodra egy kerek sorkuskát. Amint jöttem a jégen elcsúsztam, elmúlt a sarkát, bőfenségetet nem tudtam megcsúsztani. Dicsérjük a kis Jézus! Üdvözlégy, kis Jézus, született Messiás! Hoztam számodra egy gödörszörű báránykát. Amit jöttem a jégen, gondoltam, bőre jól lesz írhának, írhamem majd gondának, majd jól lesz az nagy idegok járnak. Dicsérjük a kis Jézus! Ó, boldog Betlehem, áldások városa! Ott síra végtelen, busán vágtál massza. Földiek öröme, égiek szent gyönyöre, aludj kis Jézuskán! Hallod, öreg, baj van! Micsodi? Feküdjünk le az ágy alá! Kis szék lába alá! Nem, öreg, az ágy alá! Lány alá! Nem, öreg, az ágy alá! Na, feküdjünk! Kelljetek a pásztorok, pásztorok, örömet hirdetek, mert ma nétek születek, ki megjövendődetek, elcsűznek méhéből, szűznek szűk léréből, ne váltó is lennek, ale, ale, kelj fel, öreg, kalidom, mert nagyot ütök a faridon.
frissebb lesz már nálad egy 366 éves kis csikó. Felkelnék én, de a szakállam beleragadt a matkaszarba. Dicsőség, mennyben az Istennek, dicsőség, mennyben az Istennek, az angyali serege, vígan így énekelnek, dicsőség, dicsőség Istennek, békesség, földön az embernek, békesség, földön az embernek, kit az igaz szeretet, a kis Jézushoz vezet, békesség, békesség embernek. Hallod, öreg, baj van? Micsodi? Táncoljunk. Láncoljunk. Nem, öreg, táncoljunk. Na, táncoljunk. Húzzá! Yeah.
áldozata minket is hív. Értse meg ezt, tehát minden hű szív, a kisdeg Jézuskát mi is álljuk, mind a hét pásztorok magasztaljuk. A kisdeg Jézuskát mi is álljuk, mind a hét pásztorok magasztaljuk. Kívánunk!